Ó, igen, azt nem mondtam el, de ez a videó spoilereket tartalmaz a negyedik és a többi Harry Potter részre nézve is. Sziasztok, Matilda vagyok, és a mai videó egy Harry Potteres videó lesz, és nagyon jó lesz. Igazából ezt mondtam, hogyha valaki már látta a májusi összegzésem, abban mondtam, hogy majd lehet csinálok egy nem is kibeszélés, de ilyen hasonlót ahhoz a negyedik kötetről, amit most olvastam újra angolul, és most olvastam harmadjára úgy a negyedik részt, itt a magyar mögöttem. Most olvastam harmadjára, kétszer olvastam eddig magyarul, egyszer olvastam angolul. Olvasás közben fölmerült bennem néhány kérdés, mert vagy csak azért, mert úgy fölmerült maga a kérdés, de van olyan, ami azért merült föl bennem, mert én már ugye olvastam a többi részt is, és így kapcsolgattam össze magamban a dolgokat, és így akkor voltam azt, hogy ez nekem valamit nem stimmel, szóval igazából csak erről lesz szó. Valamennyire. De mielőtt eljutunk oda, hogy tényleg arról beszéljek, ami ennek a videónak a témája, ami körülbelül 4 kérdés köré fog fonódni, néha majd így ugrálok másfele is, de mindegy. Oda visszateszem, mert nem akarom fogdosni. Először legfontosabb dolog, hogy két videótípus van, ami általában ki szokta verni az embereknél a biztosítékot, és ami után általában megkapom, hogy én hülye vagyok, és kioktatnak. Az egyik, amikor kötelező olvasmányokat, vagy amikor kötelező olvasmányokra mondom azt, hogy nem tetszett, vagy ilyen klasszikusabb művekre, mert akkor megkapom, hogy hülye vagyok. A másik, amikor jobban beszoktak gurulni az emberek, amikor azt merem mondani a Harry Potterre, hogy hát egy-két helyen volt benne valami, ami számomra nem teljesen volt érthető, és szerintem ez hiba a sztoriban, mert a Harry Potter tökéletes. Szóval, hogy akkor szokott az lenni, mert például volt két videóm, ami így kiverte mondhatni a biztosítékot, az egyik az volt, mikor volt egy ilyen összefoglalom, hogy a teljes sorozatban számomra mik ilyen hiányok a sztoriban, vagy hát ilyen hézagok vannak benne, amik nem teljesen érthetőek számomra. A másik a Grindelwald büntette is videóm volt, vagy hát arra reagál, vagy annak a véleményem, mindegy, az is olyan volt. Úgyhogy ez is olyan lesz. Tudom előre, hogy ez is olyan lesz. Ezért összeírtam egy ilyen bevezetést ide, ilyen figyelmeztetéseket, vagy disclaimert, hogy mindenki tisztában legyen azzal, hogy mi következik ezután, és hogy miért nem éri meg esetleg megnézni ezt a videót. Szóval, először is, ez hosszú lesz, tényleg. De muszáj elmondani, mert vannak dolgok, amiket, hogyha én videót nézek, ilyen alapok nekem, de néhány embernek nem, ezért el fogom ezt most mind mondani. Első, én szeretem a Harry Pottert. Oké, nem azért csinálom ezt a videót, mert én fikázni akarom a Harry Pottert, mint ahogy néhányan gondolják ilyenkor. Ez a csatorna, meg ez a tartalomgyártás, ez ilyen kis szórakozás, szóval semmi rossz szándékom nincs ezek mögött a videók mögött, még ha néha valaki azt is hiszi, hogy igen, én szeretem a Harry Pottert, szeretem a sztorit, ez csak ilyen mellékes rámutatás, hogy vannak benne dolgok, amik nem teljesen érthetőek számomra, mert az én logikám szerint azok hibák benne, de ezt nem fogom fölróni a sorozatnak, hogy ezért vagy hát rossz. Na, mert nem káromkodunk. Tudom, hogy a Harry Potter egy fantasy, és persze a legtöbb könyvnél ott van az a feltétel, hogy töltsd be a hézagokat a fantáziádból, amivel nekem nincs is problémám, mert nem szeretem, ha számba rágják a sztorit pontról pontra. De a Harry Potterben ott a mágia, aminek vannak szabályai. Igaz, az első két könyvben annyira nem voltak szabályai, utána viszont egyre több szabálya lett, és ahogy ezek a szabályok egymásra épülnek, ezek valamennyire korlátozzák a fantáziámnak a skáláját, mert hát ugye vannak szabályok, amiket elméletileg be kéne tartani, gyakorlatilag J.K. Rowling néha elfeledkezik róluk a könyvekben. Ez létező dolog benne, és nem csak szerintem. Ami ilyen figyelmeztetés lenne itt a videó elején, hogyha valaki úgy érzi, hogy ő a Harry Potter témában harap arra, hogyha valaki azt mondja, hogy van benne valahol hiba, akkor a saját lelki békéje érdekében mondom azt, hogy szerintem nem érdemes ezt végignézni, mert hogyha szerinted tökéletes a Harry Potter, akkor minek néznél meg egy olyan videót, amiben én azt fogom mondani, hogy nem, tökéletesen vannak benne problémák. Tényleg el akarod pazarolni az idődet arra, hogy megnézd ezt a rohadt hosszú videót, mert ez az lesz, és tényleg
a lelki békédet szeretnéd azzal megroncsolni, hogy ezt most megnézed. Tényleg, tehát a jó kedved, az időd meg az energiát fektetted csak ebbe bele, azért, hogy utána igazából semmi pozitívat ne kapjad el a videótól, és csak hogy a végén megmondhass nekem, hogy én miért vagyok hülye. Mert általában ez a vége. Ami ebben a videóban el fog hangozni, ez az én véleményem. Én ezt gondolom a könyvek alapján, amiket olvastam, meg amik alapján a több, meg amik a többi részben vannak, azok alapján. Nyilván nem ez az egyetlen vélemény. Nyilván, hogyha nagyon akarnám, én is meg tudnám magyarázni a dolgokat, de nem fogom őket megmagyarázni, pontosan azért, mert ott vannak a dolgok az előző, meg az utána lévő könyvekből, és ez az én logikám szerint van. Tehát én nem akarok senkit meggyőzni az én véleményemről, de senki más se próbálja meggyőzni az övéről. Ez a sajátom, ha nem akarod megnézni, ha nem vagy kíváncsi rá, el lehet kattintani. Nem fogok érte megharagudni, esküszöm. Ha meg szeretnéd nézni, mert csak simán kíváncsi vagy, hajrá. Viszont, ha nem vagy rá kíváncsi, és tudod, hogy nem vagy rá kíváncsi, és tudod, hogy utálni fogsz érte, akkor itt van néhány dolog, amit észben tarthatsz, és csak így még megadom a következő esélyt, hogy elkattinthass innen. Mert ha tudod, hogy ennek a végén így is úgy is kioktatást fogsz lent hagyni a komment szekcióba, vagy lehülyézel, mert tényleg azt szokott általában lenni, hogy ilyen kontextus nélkül csak hülye vagyok, akkor a következő tényezőket ajánlom a figyelmedbe. Szóval 1. Rákattintottál a videóra, ezzel nézettséget adtál nekem. Szóval ennél a pontnál én jártam jobban. 2. Ha végignézed, vagy hát még mindig nézed ezt a videót, akkor már legalább 5 vagy nem tudom hány perce nézettséget adsz a csatornának, és a YouTube számolja ezt szintén nekem. Úgyhogy ezzel szintén én járok jól. 3. Ha dislike-ot is nyomsz, mert nem tetszik ez a videó, bár én megmondom őszintén, én egész életemben egy darab videót soha nem dislike-oltam még, úgyhogy nem is tudom az a funkció, minek létezik. Mindegy, igazából a YouTube nem tesz különbséget, sőt, még csak nem is számít a YouTube-nak annyira, de az algoritmus meg nem tesz különbséget a like és a dislike között. Ugyanúgy csak forgalmat biztosítasz a dislike-oddal is a csatornámnak. És a kommenteléssel szintén csak forgalmat biztosítasz, mert a YouTube szintén nem tudja, hogy te most utálkozol velem, vagy kioktatsz, vagy akármi a kommentekben. Vagy azt mondod, hogy tetszett a videó. Ezt nem tudja, csak azt látja, hogy kommentet hagytál, ami szintén az én malmomra hagyja a vizet, és be van kapcsolva a monetizációt csatornán, szóval ez az összes tényező, amit most felsoroltam, már ott, hogy rákattintottál a videóra, az nekem csak jó. Szóval itt mindenféleképpen én járok jobban, mert engem nem fog semmelyik negatív komment igazából úgy túlságosan szíven ütni, mert egy random ember véleménye az internetről nekem annyira nem szokott számítani, úgyhogy neked se kéne, hogy számítson, mert én is csak egy random ember vagyok az internetről, akit nem ismerjük egymást, szóval, ja. Szóval akit nem ismersz, te sem, meg én sem téged, úgyhogy. Azt is tartsuk észben, hogy mivel én vagyok a csatornának a moderátora, mondhatni, enyém a csatorna, van egy gombom, amivel simán törölhetem a kommentet, úgyhogy nem nagyon hat meg a dolog. Ha ezek után is még úgy gondolod, hogy hülye vagyok, és ezt szeretnéd kommentben kifejezni, akár hosszan, akár röviden, akkor az is rendben van, nem fogok érte megharagudni, de ha Emmával a következő utálkozó kommentes videónkban benne lennél, akkor ne lepődj meg. És most, hogy ezzel így megvagyunk, és remélhetőleg most már mindenkinek világos, hogy meg akarja elnézni ezt a videót, vagy sem, és megéri-e megnézni, vagy sem, rátérhetünk a lényegére ennek a videónak. Egyébként, ha valaki okos volt és ügyes, és megnyitotta a leírást, akkor megtalálta hozzá a kis időzítőt, hogy egyből ideugorhasson, és azt az első 10 percet ne kelljen végignéznie. Első pont, ami igazából tök random ütött szöget a fejembe, amikor olvastam a negyedik részt, és ez nem is ilyen... Ezt én nem is számítom ilyen plot hole dolognak, mert erről nincs szó. Nem is volt indokolt, hogy bárhol bárki kifejtse. Gondoltam, hát a Pottermore-on vagy valahol van egy kicsit róla, de a Wikipédián vagy valahol, de sehol nem találtam bővebb információt, és csak érdekel, mert így érdekelne. Az, hogy Házi Manók, ugye Vinky egy ponton a könyvben mondta, hogy a kuporékat szolgálta ő is, az anyja is, meg már a nagyanyja is. És ennek a gondolatnak a kapcsán jött az a kérdés a fejembe, hogy hogyan szaporodnak a Házi Manók. Mármint nem a konkrét biológiai folyamatra gondolok, hanem csak úgy simán, ugye elmetleg Házi Manó vagy, magyarul rabszolgának hívják, ott vagy egy családnál, a beledet kidolgozod, és semmiben néznek, mindegy, tényleg csak küldenek dolgozni, meg minden.
mikor lesz rá lehetőség, hogy abból kis házi manó legyen. Mert azt mondjuk nem veszem be, hogy csak így kipattannak a házi manók a földből, hogyha valaki azzal a logikával próbálna nekem jönni, mert az számomra nem tűnik logikusnak, vagy észszerűnek, az számomra nem elfogadható, mindegy. Szóval erre csak kíváncsi vagyok, mert ugye a belét kidolgoztatják a házi manónak, amiért nem kapja semmit, szóval nem... Egyrészt nem tudom, hogy hol találkozik lány meg fiú házi manó, hogy ezt összehozzák, másrészt nem tudom, nem hinném, hogy van ilyen szülési szabadság a házi manóknak, vagy ilyesmi. És, mert oké, valaki mondott ilyet, mikor ezt kitettem Instagramra is így kérdésnek, vagy ezt így nem értem, valaki segítsen, akkor írtak olyat, hogy mert lehet, hogy így tenyésztik őket, de akkor arra gondoltam, hogy jó, de Vinki azt mondta, hogy az anyja meg a nagyanyja, tehát hogy így a családja abban a családban volt, szóval akkor egy ponton őket el kéne vinni, hogy ó, de ez olyan rossz, hogy tenyészszék őket mindegy, és utána vissza. Szóval ezt nem tudtam megérteni, és ez tényleg csak ilyen mókásabb feltevés per kérdés, mert ez csak így egy egyszer csak a könyv közepén így elkezdett foglalkoztatni, és egy csomót agyaltam rajta, és nem tudtam rájönni, mert egyszerűen nem értem. Nem tudom elképzelni, hogy ez hogy történhet. És nem találtam róla semmit az interneten, úgyhogy erre várom a javaslatokat, hogy történt. A második pontom, amit egy másik ilyen Harry Potteres videóban, amikor csináltam még réges-régen, egy messzi-messzi galaxisban, az volt, hogy ugye 5. részben jönnek be a tesztrálok. És ugye elméletileg, én úgy emlékszem, úgy van, most nem olvastam meg az 5. részt nyilván, de hogy azt mondják, hogy akkor látod a tesztrálokat, mert azok ugye láthatatlanok számodra, hogy akkor látod a tesztrálokat, hogyha láttál valakit meghalni. Na most ez az én értelmezésemben azt jelenti, hogy nézed az embert, és látod, hogy meghalt. Konkrétan látod, nem csak ott vagy, de nyilván ugye ez értelmezéstől függ, meg most pontos szóhasználattól is, én szeretem azt, hogyha pontosan vannak kifejtve az ilyen részlet kérdések. Ugye Harry az 5. könyv elején már látja a tesztrálokat, de a 4. könyv végén még nem. És nekem ez azért volt furcsa, mert ugye meghalt Cedric, és elméletileg Cedric miatt látja a tesztrálokat, mert Cedricet látja meghalni. De csak az 5. rész elején, míg Cedric ugye a 4. rész végén hal meg, és erre volt, aki írta, hogy azért, mert föl kellett dolgozni a traumát, meg hogy nagyon sokáig ugye ezzel így gondolkodott, meg minden is nagyon... Szóval ugye traumatizálta az élmény a 4. rész végén, és hogy azért nem látta a 4. rész végén a tesztrálokat, mert hogy föl kellett dolgoznia. Tehát mondom, hogy ez csak az én véleményem, szóval én ezzel csak azért nem tudok egyetérteni. De egyébként az én véleményem is változhat, tehát az egy emberi dolog, hogy van egy véleményem, meg lehet győzni másképpen. Mindegy, ez mondom, saját vélemény, szórakozásból csinálom ezt a videót is, úgyhogy nem kell halálosan komolyan venni. Az én értelmezésemben az, hogy látsz valakit meghalni, látod, hogy meghalt, látod a tesztrálokat. Én ezt így értelmezem, mert nem volt igazából így jobban leírva, meg ki lehet valahol le van, és én vagyok a tudatlan, akkor elismerem. Csak azzal is néha problémám van J.K. Rowlingnál, hogy mindig Twitteren, meg Pottermore-on, meg ilyen-olyan helyeken korrigál dolgokat, amik a könyvekben nincsenek benne, vagy nem úgy vannak benne, és ez azért nekem kicsit én inkább a könyvet veszem alapul. De ugye nem látja Harry a tesztrálokat. Igazából a másik kifogásom, hogy mi a legutóbb is emlékeztem erre, mikor Cedric meghal, mikor kimondják rá az Avada Kedavrát, Harrynek éppen annyira görcsül a feje Voldemort jelenlététől, hogy nem látja, mert be van csukva a szeme. Szóval igazából nem látja Cedricet meghalni, mert már csak a halott Cedricet látja. És ugye itt egyszer mondtam ilyet is, hogy igazából az anyját is látja meghalni, arra nem emlékszik. Ugye, nagyon, csak a ilyen villanásnyi dolgok. Szóval, hogyha az anyja halála nem számít, mert kicsi volt és elfelejtette, akkor ez nálam ilyen logikát követve a Cedric halálra se számítana, mert be volt csukva a szeme. És ugye nem látta egyből a tesztrálokat, csak később, szóval nekem ez... Az, amit elmondanak, meg az, ahogy van, az kicsit így összeütközik bennem. De ezt nem mondom, hogy emiatt az... Nem.
semmi miatt nem fogok ilyesmiket mondani, hogy hú, mekkora bakik vannak a Harry Potterben. Ez csak ilyen jó néha kibeszélni, mert egy könyv se teljes mértékben tökéletes. Minden könyvben vannak ilyenek. Például a Rick Riordan könyveibe is, csak hogy a kedvenc írómat és sorozatomat mondjam. A második könyvben azt mondja, hogy Táliának zöld szeme van, a harmadik könyvben Táliának már kék szeme van, ha jól emlékszem. Tudom, hogy szemszint vált. És láttam vele interjút, amiben mond egy ilyet, hogy hups, megváltoztatta Tália szemét. Ennyi volt a reakció, tehát nem próbált meg magyarázkodni, meg semmi. És ez a jó felfogás. Igen, elcseszte, de együtt kell ezzel élni. Szóval az se tökéletes. Ezt mondom. Csak hogy ez nekem szemet szúrt, ez a tesztálós dolog. Következő. Na, ezek már kifejtősebbek lesznek, és remélem a kamera is együttműködni fog velem. Na, a negyedik rész elején van a Quidditch világkupa bajnokság, és Harry a Weasley-kkel megy oda. De először a Weasley-k elmennek Harryért a Privet Drive-ra, hogy elvigyék az oduba. Na és itt kezdődtek nekem már a könyv elején így ahogy gondolkodtam, a problémáim. Ugye Weasley-ék hopporral mennek Harryékhez, de be van falazva a kandalló, és azt ott ki kell robbantani, meg minden, szóval ott nem azért olyan egyszerű a dolog. És ez idáig oké, megtörtént. Na de itt kezdtem el, itt fűztem össze a szálakat a második részből. Ugyanis a második részben az történik, hogy mikor Dobby, egy házimanó, varázsol Harryéknél, akkor azt automatikusan a minisztérium látta, és küldtek neki figyelmeztetést, hogy ezt még egyszer ne csinálja, mert akkor kirúgják, és elveszik a pálcáját. Na most ezért két kérdésem is van. Egy, Dobby ugye házimanó, és a könyves során többször, azt hiszem a későbbiekben van kiemelve, hogy a házimanóknak más típusú mágiája van, másként működik, mint a varázslóknak. Szóval ezt a logikát követve elméletileg, gyakorlatilag nem tudom, csak most az én értelmezésem szerint a kettő között különbséget kéne, hogy tudjanak tenni. Ha nem, hát nem, de jó. Nem tudnak, Dobby mágiáját meg Harryjét összekeverték, oké. Okay. De jön a negyedik rész, és utána az ötödik, mert tudom, hogy az anno ilyen Harry Potteres videómban ezt is mondtam, mert hogy az ötödik rész elején varázs, ugye amikor viszik el Harryt a Főnix rendje, igen, amikor a Főnix rendjének emberei elviszik Harryt, varázsolnak a szobában, a Harryéknél a Privet Drive-on, és én ezt mondtam, hogy nem szabadna Harrynek otthon varázsolnia. Ki tudják szűrni, hogy varázsolt otthon, akkor miért nem vették azt észre, és erre azt hiszem írta valaki, hogy mert hogy biztos mondták a minisztériumnak. Ami nálam azért bukik meg, mert elméletileg a Főnix rendje az így nem a minisztériumtól függ, egy, kettő, titkosan vitték ki Harryt a Privet Drive-ról, szóval valószínűleg nem mondták a Karamelnek, aki akkor az ötödik könyvben éppen utálja Harryt és Dumbledore-t, hogy hé, figyelj, varázsolni fogunk a Privet Drive-on, meg kihozzuk Harryt, úgyhogy nem kell kirúgni a suliból. Vagy, ami esetleg elfogadható magyarázat, ami most így beugrott, hogy Harryt addigra kirúgják a dementoros incidens miatt. Mondjuk azt meg nem tudom, hogy vették észre, mert elméletileg a házban látják csak, hogy varázsolt, vagy nem. Na mindegy, az is ott egy kacifántos történet, de most nem erről van szó, hanem arról, amikor Mr. Weasley kirobbantja a kandallót, és utána még varázsol egy-kettőt a Privet Drive-on. Na most, a könyvben meg van említve, hogy a Dursley-eknek a kandallóját egy ismerőse szívességként rákötötte a hop hálózatra. Ami oké, okay, de ezek szerint nem igazán szabályos. Másrészt kétlem, hogy előre szólt volna a minisztériumba, hogy beugrik Harryért, és hogyha varázsol valaki a házban, akkor az nem Harry, hanem ő. Mert a világkupa megszervezése mellett pont ilyeneket figyelnek. Na mindegy. Szóval ezzel oda akarok kiukadni, hogy varázsolnak a Weasley-k. Főleg Mr. Weasley, ugye azzal eleve, hogy kirobbantja a kandallót, meg utána vissza is építi a kandallót. Azt hiszem. Arról külön nem volt szó. Ott varázslat folyik a házban. Szóval lényegében Harrynek kellett volna kapnia ott is egy... ott ki kellett volna rúgniuk. De persze akkor nem történik meg az ötödik könyvbeli incidens, és akkor az úgy nem lenne. De hát jól van. Igen, az a rész ott nekem sántít. És amit említettem az összegzős videómban, az ugye az, hogy
Vannak ilyen mágikus dolgok, amik kilettek találva a negyedik részben, vagy akkor lettek bevezetve. Például Veritas Serum, például merengő. És Karamell ugye odaadja a dementor csókot az ifjú kupornak, és akkor nem lehet kideríteni, hogy Harry hazudik-e vagy sem. És Karamell nem hisz neki. Na most, én hajlandó vagyok elfogadni azt a változatot, ugye, hogy Karamell gőgös, meg akarja tartani a pozícióját, nem akarja elhinni Harrynek. Jó. És ezért nem használja egyik varázsló módszert sem a sok közül, ami rendelkezésükre áll ahhoz, hogy kiszűrjék a hazugságot, meg az igazságot. Jó. Ez nálam csak nem szeretem, amikor az emberek idiótán viselkednek, és valószínűleg nálam azért sántít, mert Karamell csak szimplán hülye ebben a részben, és idióta módon viselkedik ezzel a témával kapcsolatban, de hát jó, legyen, ez viszi előre a sztorit. Ezt elengedem, ezt a témát, úgyse fogom megérteni, mert én ehhez túl logikus gondolkodású vagyok, szóval, de Karamell a minisztérium feje, úgyhogy ha ő azt mondja, hogy Harry hazudik és nem hajlandó jobban kivizsgálni, akkor legyen. De ami nekem továbbra sem fér a fejembe, és ezt nem most gondoltam először, hogy ugye az van, hogy amikor Voldemort először megbukik, ugye Harry születése után, amikor megöli Harry szüleit, meg megpróbálja Harryt is, utána ugye fogdossák el a halálfalókat. És ugye nem tudják kiszűrni, hogy ki volt igazából halálfaló, és ki az, aki csak Imperius átok hatás alatt állt, mert nincs rá technika, hogy ezt megnézzék, szóval ha valaki azt mondja, akkor kb. Csak vagy elhiszik, vagy nem. És hát igen, itt volt ez a pont nekem, hogy de van rá eszközötök. Mármint jó, lehet, hogy a Veritas Serumot nehéz előállítani. Lehet, hogy ritkák hozzá az a hozzávalók, de ha Voldemort csatlósait akarom kiszűrni a világból és betenni őket az Azkabánba, akkor nyilván minden követ megforgatnék azért, hogy kiszűrjem, hogy ki az, aki tényleg hazudik, és ki az, aki tényleg igazat mond, szóval biztos, hogy akkor már Veritas Serummal vallatnám őket, mert vagy akármi más. Most erre az, hogy például, hogy vélt igazságot mondasz a Veritas Serummal, ezzel nem tudom, mert hogy elméletileg az igazat mondod, de Voldemort csatlósai nem hiszik azt, hogy ők nem voltak csak Imperius átok hatása alatt, ők tudják, és azért hazudják, hogy ne menjenek Azkabánba, szóval ez ott nem működne, és egyszerűen nem értem, miért nem használták a Veritas Serumot, vagy akármelyik másik eszközt konkrétan, amivel az emlékeiket, vagy akármit meg lehet nézni. Tehát, hogy nekem ez annyira ízi, hogy azt mondod, hogy csak Imperius átok, hogy jól van, elhisszük, mert sok pénzt adtál, és így. Aha, tudom, hogy néha ez így működik, de nem árt. Tehát, hogy a legveszélyesebb varázsló bukása után tényleg ennyi. És oké, tudom, hogy erre például eszembe jutott, hogy de ott van például Siriusnak is az esete, de azt a negyedik könyvben említik, hogy ott nem is volt neki tárgyalása, csak küldték az Azkabánba, szóval ott el tudom fogadni, hogy ott nem néztek utána. Mert csak betették az Azkabánba. De itt, amikor ez fölmerült bennem, hogy de a halálfaló kapcsán, na hát ezt nem fogom tudni megérteni. Erre tényleg csak azt mondom, hogy ezért nem szabad olyan eszközöket gyártani egy sztoriba, amivel a korábbi dolgok, meg a későbbi dolgok, amik viszik előre a sztorit, vagy nem, azok megkérdőjelezhetőek, mert például, hogy ilyen, amikor mágia rendszer van egy sztoriban, akkor ott ugye a mágia rendszernek a szabályai azok ott alapvetően meg tudják kérdőjelezni a dolgokat, és ráadásul itt nem csak ugye a mágia van, hanem a mágikus tárgyak, meg ilyen bájtalok, minden egyéb dolog, tehát van egy csomó buktatója, főleg azok után, tehát amíg nincsenek igazából szabályok lefektetve a Harry Potterban az első két részben, amikor tényleg csak egy ilyen kis jókedélyű gyerekkönyv, és varázsolunk meg hihi-haha, akkor még azt mondod, hogy ja, oké. Ez így tök oké. Csak aztán, amikor már elkezdünk szabályokat gyártani hozzá, amik nem mindig vannak alkalmazva, csak akkor, amikor a történet úgy kívánja, akkor az már kicsit rezgős lesz. De hagyd nekem még egyszer elmondanom azt, amit az elején tárgyaltam 10 percen keresztül, hogy szeretem Harry Pottert, meg ezt nem úgy mondom, hogy utálom, meg mit tudom én az összes többit. Szóval ez az én véleményem. Valakinek nem tetszik, nem tetszik.
van ez így. És nem köteleztem senkit, hogy nézze meg ideig ezt a videót, úgyhogy megvolt a lehetőség, hogy elkattintson, akinek nem tetszett. Hát aki szeretne hagyni kommentet, az hagyjon. Nem fogok ellenkezni. Amikor ez a videó kimegy, valószínűleg pont túrázni fogok, úgyhogy valószínűleg nem fogom egyből elolvasni a kommenteket, de azért nyugodtan hagyhattok, ha szeretnétek, akár pozitívat, akár negatívat. Ahhoz miért nem fogok rá reagálni, vagy lementeni az utálkozós kommentes kibeszélős majdani videónkhoz. Ezek lettek volna igazából a, mondjuk azt, hogy kérdéseim a negyedik résszel kapcsolatban, per néhány dologról a véleményem a negyedik részben, de igen, szóval ez az én véleményem, mindenkinek lehet erről saját véleménye és saját verziója, mivel pontosítások nagyon nincsenek a könyvben ezekről, úgyhogy élni és élni hagyni. Szóval, hogyha szeretnétek esetleg ti is kifejteni erről a véleményeteket kultúrát keretek között, akkor nyugodtan hagyjatok erről kommentet, vagy ha más dolgokat szeretnétek akár az egész sorozatból, akár a negyedik részből kifejteni, akkor is nyugodtan. De ha nem akarjátok kultúrát keretek között, akkor nekem az is oké. Nekem lesz több kommentem és tartalmam a következő negatív kommentes videóhoz, úgyhogy tényleg mindenféleképpen én járok jobban. És ezt elmondtam, hogy a monetizációm is be van kapcsolva, szóval én pénzt kapok azért, hogy megnézed a videómat. Nem sokat, de egy kicsit kapok. Tényleg. És még lehet Elmát is befűzöm egy közös Harry Potteres videóhoz. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomatok egy like gombot, ha nem tetszett, akkor dislike-ot, de elmondtam, hogy semmi értelme, de mindegy. Igen, szóval nyomjatok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal.